Október 11-én 17.700 szavazattal nyerte meg az időközi választást Kondzs Zsófia. A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjeként folytathatja a munkát Borsod-Abolcs-Zemplén megye 6-os számú egyéni választókerületében. Híradón kérdésére elmondta, azóta folyamatosan azon dolgozik, hogy segítse a térségben élők mindennapjait. Erre az elmúlt 3 napban elsősorban a Hernádmenti településeken élőknek volt szükségük. Itt a választások óta gyakorlatilag a munka az abszolút nem állt meg. Sajnos olyan feladat érkezett azonnal, hogy itt a Hernád az nagy esőzések miatt megáradt. Úgyhogy gyakorlatilag itt a választókereten belül is ezt nagyon-nagyon sok települést érintett, vagy itt több települést érintett, úgyhogy én magam is napokon keresztül jártam ezeket a településeket. Nyilván itt először a Hernádkircsi rész került. A nem is veszélybe, de azért a víz szint megemelkedése miatt mégiscsak nagy figyelem középpontjába került, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt a 2010-es árvíz óta 12-ben egy olyan gátrendszer alakult ki, amelynek a fő próbája most volt, és például Hernádkércsen ez nagyon-nagyon jól funkcionált. Azt kell, hogy mondjam, hogy a településvezetők, a vízügyi szakemberek, a katasztrófa védelem tényleg olyan együttműködésének köszönhetően ezek a települések, a családok nem kerültek víz alá. Nyilván itt mondjuk Bőcs esetében azért az nagy problémát okoz, illetve okoz még a mai napig, hogy a települést ketté választotta a Hernád, de szerencsére ott is a családokat sikerült teljesen mentesíteni az alól, hogy a víz elárasztja az otthonokat. Az országgyűlési képviselő hozzátette, munkájának lesz olyan oldala is, ami elsősorban a fejlesztések előmozdítását jelenti majd. Van néhány kiemelten nagy dolog, itt a kampányban is azért ezeket mindig külön kiemeltem. Nyilván a legfontosabb a 35-es út kétszer-két sávossá bővítése. Nyilván ez egy nem azonnal elkészülő beruházás, tehát azért itt ennek megfelelően elő kell készíteni, illetve az még idő, amíg valóban 4 sávos lesz ez a Gesztely-Szerencs közötti szakasz. Ennek a elindítása, a kivitelezés megindítása, amely az első számú prioritás számomra, hogy ez minél hamarabb megkezdődjön ez a munka. De egyébként az, hogy amiről már beszéltünk, hogy egy nagyobb beruházás érkezzen, egyébként itt Szerencse, az a másik nagy-nagy prioritás. Itt egy szigetelő anyaggyár beindításáról van szó, úgyhogy én azon fogok dolgozni, hogy ez megvalósuljon, és jövőre megindulhasson a próbagyártás. A 6-os számú országgyűlési egyéni választókerülethez 42 település tartozik.